amikor felhívott engem Kyle Csaba, és megkérdezte, hogy szeretnék-e az évad művésze lenni műpában, akkor uh, azt hiszem, hogy nem is, nem is igazából értettem, hogy miről beszélünk. Azt hiszem, hogy elég stresszes napom volt, és, és így csak így hallottam, hogy műpa, meg, meg majd játsszák a darabjaimat, mondtam, hogy jó, persze szívesen. És úgy este felé így kezdett így, így megérkezni az információ, hogy oh, oh, ja, hú, ez, ez fantasztikus dolog. És, és hát borzasztóan örültem neki majdnap örülök neki, és nagyon várom, és, és ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés. Van egy dolog, amit én tényleg nagyon nem szeretek. A, 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 tudom, hogy minden kollégám szívesen kírja a sikereit a social mediára, én is szívesen kírom. De amikor, amikor már egy nap a 20. posztot olvassa az ember, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, és és kitüntetés számomra, hogy itt lehetek, az, azt én nem szeretem, de ehhez én is ki fogom írni. Mert ez az, mert ez, ez tényleg, amikor az ember azt érzi, hogy wow, köszönöm. Ez, ez, nagyon nagy megtiszteltetés. Mikor aztán elérkezett az az időpont, hogy elkezdtünk gondolkozni közösen a műpával ezen az évadon, akkor elhangzott az a mondat a műpa részéről, amit, amit minden zeneszerző szeretne egyszer az életébe hallani, hogy nem, nem, Judit, ez most nem felkérés, hanem gondolkozz azon, hogy te mit szeretnél hallani a te életművedből, és utána majd mi gondolkozunk azon, hogy ezt hogy tudjuk létrehozni. Hát, köszönöm ezt a mondatot. És akkor tényleg így álltunk neki, hogy, hogy, hogy akkor én írjak össze olyan darabokat, amiket nagyon szeretnék megmutatni a budapesti közönségnek, akár új darabokat, akár régebbieket, esetleg olyanokat, amik nem mentek még Magyarországon, elég sok ilyen darabom van. És akkor ez így nagyon könnyen hangzott, aztán kiderült, hogy nagyon nehéz, mert, mert ezáltal át kell gondoljam, hogy akkor most hol is vagyok jelen pillanatban, mi az, amit eddig letettem az asztalra, és ebből mi az, ami fontos, illetve hogyan lehetne mondjuk egy három-négy koncerten át ívelve megmutatni, hogy ki is az a Varga Judit zeneszerző. Az egyik legnagyobb kérdés legalábbis számomra az volt, hogy hogyan tud jelen lenni a, a szerző és a filmzeneszerző, főleg, hogy ugye nem egy filmszínházban jön létre ez az évad művésze, évad, de aztán mégiscsak becsempéztük a filmet is, lesz egy, egy német-francia-olasz koprodukciós filmem, amihez elég sok vonós és szongora zenét írtam, amit itt majd levetítünk, és ha már a filmet levetítjük, akkor ebből egy kis részletel is hangzik. És um, ezen a koncerten hát leginkább vonorszenekári darabjaim lesznek, illetve mindegyik darabhoz választottam egy másik darabot is, ami, amit nem én írtam, mert én azt szeretem, hogyha, hogyha az én darabjaim be tudnak ágyazódni egy klasszikus koncertbe. Valamint Boldocki Gábor, aki az évad zenésze vagy művész, a másik művésze lesz, ő is elvállalta, hogy ezen a koncerten játszon, aminek én nagyon örülök. És, és, ha már így találkozunk, rögtön az évad elején akkor gondoltam, hogy írok neki egy új darabot, illetve nem is csak neki, ez egy elég furcsa együttesre íródott mű lesz, nagyon várom már, egy hármas verseny lesz, tehát ilyen klasszikus barok koncert a mintájára, Volons előtt áll három nagyon különböző művész, egy trombita, egy ütős és egy zongorista. A bérletben összesen három koncert lesz található, és a második kettő az viszonylag későn van az évad vége felé. Áprilisban a Luxemburg Filharmonikus zenekar jön, nagyon izgalmas műsort játszanak, és tőlem egy ős bemutató lesz egy nagy zenekari darab, aztán pedig május elején a Prágai Szimfonikus zenekar jön, akik uh, egy nagyon rövid darabot játszanak tőlem, amit Beethoven év kapcsán írtam, ez a Happy Birthday Major Ludwig, és ezen a koncerten az évad végén ismét találkozunk Boldocki Gáborral, de ő ezúttal nem az én darabomat játsza. De ez ilyen szép lekerekítése lesz az évadnak valamint készülünk még középen, hogy mégse legyen ekkora az űr. Januárban, január 15-én egy meglepetés koncerttel az Átlátszó Hangfesztivál keretében, de ez nem része ennek a bérletnek, úgyhogy ezt majd külön kell keresni. Azt hiszem, hogy fontosak ezek a, ezek a stációk, hogy, hogy, az ember ilyen kívülről érkező impulzusok által kicsit megálljon, hátranézzen, és, és, és aztán saját magának is felírja valahova, nem tudom hátulra, hogy megint jött egy, egy pozitív visszajelzés kívülről, hogy, hogy akkor ezek szerint uh, talán mégiscsak jó, amit csinálok. És hát, de amit, amit a legtöbbet fog adni nyilván, hogy, hogy, hogy elhangzanak a zeneim, és, és nem mondom, hogy, hogy nem vagyok jelen vagy a magyar zenei életben, mert, mert eléggé sokat játszottak az elmúlt években, de, de azért mégiscsak nagy öröm, hogy, hogyha ennyire, ennyire sűrűn egy évadban ilyen sok, és, és, hogy leginkább ennyire nagy aparátusú művek meg tudnak szólalni, mint rögtön két nagy zenekai darabom is megszólal. Szóval hát én, én ezt nagyon várom, már nagyon, nagyon örülök neki.